Hát ma a barátság jegyébe fogadtuk a gyöngyös halásziakat. Ott ugye 4-0-ra kaptunk ki, most itt 3-1-re nyert a vendégcsapat. Kiütközött a két osztálybeli különbség. Sokkal fürgébbek, gyorsabbak voltak, és ez meglátszott. Hát a mi gyerekeink ugye nyárból érkeztek, Bázakeretjén kispályás torna, ennyire futotta ma. Az ellenfél Heves megye egyik jó képességű csapata, és hát hogy jött létre ez a találkozó, az egykori osztálytársam, Dr. Ördög István, a gyöngyös halásziak edzője, csapatvezetője, és vele beszéltük meg oda-vissza alapon ezt a közösség formáló kirándulással egybekötött edzőmérkőzést. Február 21-én voltunk mi gyöngyös halászon, és ők most falunapkor a hagyományos Péter Pálnapi pálkai búcsúra jöttek vissza, és nagy szeretettel fogadtuk őket. Reméljük, hogy jól érezték magukat. Mi kevésbé, a vereség az sosem kellemes, de a jobb előtt illik kalapot emelni. És a két mérkőzés alapján egyértelműen ők voltak a jobbak. Kedves barátom Román Péter, és volt osztálytársam, egri származású. Nagy barátság van azóta is közöttünk, meghívott bennünket Pákára, mi meghívtuk őket gyöngyös halászra, ők jöttek előbb, mi jöttünk most, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, csodálatos körülmények vannak itt Pákán, és a csapat is nagyon szimpatikus, mert sportszerűek, elhivatottak. Hát most mi győztünk, de természetesen mi egy osztállyal följebb jártunk, ezzel is elvárható volt a mi csapatunktól. Nagyon sportszerű volt a mérkőzés, közönség is, kellemes élményekkel fogunk hazamenni.